burgerre, meleg szendvicsre. Végülis, ha valaki szeretne, akkor egy ránkottával, egy bármivel, bármivel meg tudja enni, bármivel. Kinek ajánlod a chili paprikát? A te terményeidet. Mindenkinek, mindenkinek. Aki szereti a magyaros ételeket, mert a magyaros ételre jellemző a csípős, de aki nem szereti, vagy mondjuk kíváncsi, vagy nyitott a mexikói, indiai, táj ételekre, azoknak meg ugye elengedhetetlen alkotóeleme a chili paprika. Egészségmegőrzés? Nagyon fontos. Az egészségmegőrzés szempontjából a chiliben levőknek, hát végülis minden paprikában van kapszaicin. Melyikben kevesebb, melyikben több. És a kapszaicin egy olyan vegyület, amire gyakorlatilag még senki nem emelte fel a kezét, hogy én erre allergiás vagyok. A világon ez az egyetlen dolog, mert már a parlagfűtől kezdve már mindenre allergiás mindenki, a kapszaicinre nem. Sőt, azok a fogászatban is használják többek között, fájdalomcsillapításra vagy érzéstelenítésre, aki lidokain érzékeny, az ilyen kapszaicin tartalmú fájdalomcsillapítót kap, és azzal meg tudják oldani a galvatkozást. Meg hát vértisztító azt azért. Többek között, így igaz, így igaz. Tehát nagyon sok területen használják a kapszaicint. Ez a vegyület, ez képes arra, hogy megtámadja, köszönöm szépen, megtámadja a zsírsejteket. Tehát aki fogyókúrára fogja magát, annak is bátran merem ajánlani az étrendjébe bevenni a chilit, fogyaszt. Most beszéljünk arról, bocsánat, ez engem azért érdekel magánemberként, hogy ez a fajta paprika is kétszer evős? Tehát, hogy kétszer csíp? Nem. Vagy... nem. Na, ez nem mindegy, ugye, kérem nem. Szépen. Érdekes módon a magyar erős paprikákon tényleg olyan a mechanizmusa, hogy azt azért észreveszi az ember még a távozásnál is. Távozásnál is, igen. Ezek a csilik, ezek egyszer csípnek. Akkor viszont úgy megmutatják magukat, de... gyakorlatilag egy negyed óra, és aztán... igen, elmúlsz nekem is. Így igaz. Az pedig az arcom elől lesz alatt. Miért kezdtél el chili paprikával foglalkozni? Hát a településünkön elég hírhetten erősevőnek ismernek a barátaim, és hát gyakorlatilag nem tudtak elég erőset hozni, mindig azt mondtam, hogy hát ez még. És az egyik alkalommal az egyik nagyon jó ismerősöm kint járt Amerikában. És hozott magával habanérót, hogy na, ezzel majd befogják a számot. Hát végül is tényleg le kellett, hogy üljek, de ott maradtak a magok. És akkor azokat rakjuk el, mit veszíthetünk el. És az első évben volt 40-50 ilyen igazán erős chili. Abból az egy kis darabkából? Hát több paprikát hozott magával. Ja, értem. És annyira jól sikerült felnevelni, nagyon sokat termett, szószt csináltunk belőle, port, és gyakorlatilag azonnal elkapkodták. És ugye párhuzamosan futottak az események, három gyerek van, mindig pénzben van a legkevesebb, és valami hobbi, másodállás, bármi egyéb, ami egy kis konyhapénzt hoz, valamibe fogni kellene. Na de akkor csak olyat csináljunk már, amit más nem nagyon, mert a környékünkön krumplit, kukoricát, búzát, mindenki termeszt, azzal nem nagyon tudunk kitűnni, meg nincs is hozzá elég területünk, technológián, semmi egyéb. Próbáljuk meg akkor a chilit. Ezzel nem nagyon foglalkozik senki. És hát végül is sikerült olyan jól beletenyerelni, hogy ez már a negyedik évünk, hogy ezzel foglalkozunk, és... de tényleg... csillog a szemed, ahogy beszélsz róla. Hát igen. Tehát döbbenet, hogy tényleg a gyereked, minden igen. Egyes kis üveg, minden darab. És igen. Ezek mind a tiéd, ugye? Ezek mind a te földedről. Igen. Csodálatos. És gondolom, hogy utána automatikusan hozott egy ilyet, hogy mentél utána... persze, ez egyszerűen gerjesztette magát, aztán ugye megjelentünk a, mondjuk ugye a piacon, látszott, hogy van értelme ezzel foglalkozni, elég nagy volt az érdeklődés már az első alkalommal, és akkor onnantól kezdve folyamatosan igény szerint, a saját fantáziánk alapján
mindig bővült a paletta, és hát most már ennyire kilőttük magunkat, hogy gyakorlatilag amit a chilivel el lehet követni, merényletet mi minden. Füstöljük, savanyítjuk. De tényleg látom, van barbecue-tól elkezdve, tényleg így igaz. Csodálatos. Valami titok, amitől ilyen gyönyörűek a paprikáid, és ilyen nagyon finomak? Hát a legegyszerűbb dolog, amit sajnos egyre kevesebben jut eszükbe az embereknek, hogy nem szabad elfelejteni dolgozni. Tehát teljesen mindegy, hogy szobát festünk, vagy focipecsen játékvezető vagyok, vagy éppen chilipaprikát termesztek, ebben munka van. És a növény, vagy az állattartásban az állat is meghálálja, hogy a foglalkozás.